Velencei tótól délnyugatra fekvő Dinnyési fertő hajdan a tó szerves része volt. Egy pár méter magas, keskeny homoktúrzás választotta el a két területet, és az ezen átfolyó víz a seregélyesig lenyúló mocsarat. A két területet a Dinnyés-Kajtori csatorna köti össze, amely egyben a Velencei tó leeresztését is szolgálja. A Novum stábja a látogatók elől elzárt természetvédelmi területre látogatott a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetőjével. Ahol most vagyunk, ez a Dinnyési fertő természetvédelmi terület, ez egészen pontosan 545 hektár. Viszonylag változatos a területnek mondható, hiszen a keleti és a nyugati oldalán gyepek határolják, szikes gyepek határolják a területet, néhány helyen még a mocsarak közé is befutnak ezek a szikes gyepek, és maga a mocsaras rész az ennek a területnek fele kétharmada körülbelül az északi oldalán. Ott van egy 103 hektáros tó, és ennek a folyománya, tehát déli, délnyugati irányban húzódnak szabálytalan alakban azok a mocsarak, amelyek ezeknek a vizes élőhelyen helyet adva különböző értékeinknek biztosítják az életfeltételeiket. A Dinnyési fertőt ma a madárrezervátum területéhez hasonlóan szintén jelentős vizes élőhelyként tartják számon. 1966-ban 545 hektáron került védelem alá, és fokozottan védett státusz az, amely megállapításra került. A lényeg az, hogy itt a madártani értékek azok, amelyek a legfontosabbak és a legjobban megőrzendők. Bár az 1966-os védetté nyilvánítás után néhány évtizeddel kiderült, hogy botanikai értékekben is bőségesen gazdag a terület. Itt a mögöttünk található területen például, ez az úgynevezett Dinnye-sziget, például a poloskaszagú kosbor, ez eléggé gyakran megtalálható. Az 1859 és 1961 között zajló vasútépítés során azonban ezt a mocsaras délnyugati részt levágták. A természetkörforgása az egyértelműen szemmel látható. Sötét színű lápi vizeink vannak, amelyet a különböző planktonikus élőlények szép számban benépesítenek. Így a különböző vízibolhák, kerekesférgek nagy számban élnek, és erre rátelepedve nyilvánvalóan a kétéltűek, hüllők és különböző halfajok is szép számmal megtalálhatók. Azt lehet mondani, hogy itt a térségben a teljes vertikuma a táplálékláncnak ebből adódóan fellelhető, hiszen a kanalas gém is sok esetben, illetve a különböző récefajok is ezeket a planktonikus táplálékokat magukhoz tudják venni. A természetvédelmi területen kanalas gémek, nagykócsagok, szürke és vörös gémek, bakcsók költenek, de bölömbika és törpegém is fellelhető. Sőt, az utóbbi években a ritkaságnak számító batlával is találkozni. Ám nem mindegyikük mutatta meg magát a forgatásunk idején, ugyanis ezek a madárfajok minden rezdülésre nagyon érzékenyek. Összességében a területen nagyjából 40 madárfaj fészkel, viszont körülbelül 300 az, amely elő is fordul. Nem messze tőlünk vannak olyan területek, ahol parlagisast, rétisast is nyilván tartunk, illetve az idei év az szenzációként már a kerecsensormot is meghozta a környékbe. Ezek nyilvánvalóan nem kimondottan itt a védett területen fészkelnek, viszont mutatják azt, hogy a területnek mennyire jó környezeti, természeti állapota van. A tó átlagos vízszintje másfél méter. Az ilyen sekélyvízű tavak életében ugyanakkor természetes, hogy időről időre megfogyatkozik bennük a víz. Ezért lépéseket tettek a szabályozására. A mögöttem lévő műtárgy az az egyik zsilip, ami lehetővé teszi a Dinnyési fertő természetvédelmi területnek a vízszint szabályozását. Ez egy saját működtetésű berendezésünk, amelyet a pályázati forrásból sikerült felújítatnunk itt, illetve kiviteleztetnünk. Ezen keresztül tudjuk friss vízhez juttatni magát a tavat, ahol a fészektelepeink is vannak. Jelen pillanatban három fészektelepünk működik egyébként a tómedrében. Szerencsére idén jó a vízállás, így madarak is bőven vannak. Több százas csapatokban láthatunk például cankókat, ezek közül is réti cankót, aztán pajzsos cankót, most idén megjelent a batla is, amely pár évvel ezelőtt fészkelő fajként is nyilván tartott volt. Bütykös ásólúdat lehet látni az elöntéseken, régebben ugye csak nyári lúd volt az egyetlen fészkelő lúdfajunk, de most már gyanítjuk, hogy az is itt a térségben
fészkel, tehát a víz az megmutatja azt, hogy mennyire fontos is az, hogy itt legyen. A környékbeli szikes legelők szürke marha és rackalyukok legeltetésére is alkalmasak. Bár a természetvédelmi terület a látogatók elől el van zárva, a Velencei tó és a Dinnyési fertő természeti értékeit bárki megnézheti a madárrezervátumi sétahajózás során, vagy a madárdal tanúsvényen sétálva.